Ünnepi szimfónia, multimédiás szintetizátor és lézervarázslat koncert. Hatvani Szabolcs bonyhádi születésű zeneszerző. Születésétől kezdve hangszerek veszik körül, 3 éves kora óta zongorázik. Saját szerzeményeivel 1997 óta koncertezik országszerte. Jellegzetes hangvételű multi-instrumentális szintetizátor koncertműsorai 2005 óta a Vizuális hangok címet viselik, hiszen a zene mellett egyedülálló látványelemek színezik a hangszeres muzsikát. Zenéje és koncertjei nagyságrendjükből adódóan egyedülállóak és korszakalkotóak, hiszen állandó zenésztársain kívül a színpadon helyet kapnak a helyi előadók, zenészek, zeneiskolások. Ez egyben nélkülözhetetlen is, hiszen bár műveit alapvetően szintetizátorokra komponálja, koncertjein vonós, fúvó szekcióval, felnőtt, vegyes karral és gyermekkórussal egészül ki a stáb. Ez mindig a helyi lehetőségekhez képest valósul meg a koncerteken. A monumentális, oratóriumszerű, filmzenei és pszichedelikus hangzásvilágú műveit a vetítővásznon zenére komponált filmek kísérik. Ezek témája olykor absztrakt, de legjellemzőbben a föld és a természethez való viszonyunkat mutatja be, vagy konkrétan egy-egy ökológiai problémára hívja fel a figyelmünket. E tekintetben az Ünnep című koncertje egyedülálló képi elemekkel repít földünk különböző tájaira, hogy ezáltal is bemutassa a tél gyönyörű szép természeti képeit, és egyben elrepítsen az ünnep körüli gazdagabb lelki állapotokat festő harmónia világba. A koncertet a GT Lézer jóvoltából egyedülálló lézershow is színesíti. 30 év kutatómérnöki munka eredményeként bemutatásra kerül a Kaleidoszkóp lézer is, egy világszabadalmi berendezés, amellyel a csapat Amerikában a legrangosabb szakmai megmérettetésen világelső lett 2009-ben. Ez a Kaleidoszkóp lézer Magyarországon és jelenleg az egész világon csak Szabolcs szintetizátor koncertjei látható. Természetesen a hangtechnikán is igen komoly hangsúly van az ilyen nagyszabású koncerten. Erről az Euromusic szakemberei gondoskodnak. 18.000 watt kvadrofon hangzásba tölti be a színházterem atmoszféráját. A 2009. decemberében debütáló Ünnepi Szimfónia című közel 100 perces műsorban a már felsorakoztatott technika mellett új elemként a színpadi pirotechnikai eszközök megjelenésével Magyarország legnagyobb szabású és leglátványosabb műsorai sorába emeli a Vizuális hangok legújabb epizódját.